Sziasztok! Én Felker Évi vagyok, az Evagurumi egy horgolt játék oldal létrehozója, és bemutatom most nektek ezt a babát, amit nemrég készítettem az unokám születésnapjára. Ő egy kedvenc mesefigura, mégpedig az Eperke babáról készült. Mit kell róla tudni? Hát először is készült hozzá egy pulóver is, egy kardigán, amit majd rá is lehet adni, mert az unokám azt szeret öltöztetni. Készült hozzá egy kalap, méghozzá egy eperke mintás kalap természetesen, egy eper díszítéssel együtt. A szemét megmutatom közelről, hogyha valaki szeretné hímezni vagy elkészíteni a babát, készül hozzá majd részletes leírás. A kalap levehető róla, úgy csináltam ide is egy kis hajat neki, hogy aranyosabb legyen. Hát, aki szeretné, az persze ezt a fajta hajat még folytathatja körbe-körbe, akkor viszont két vagy három sorral hosszabbra kell készíteni a kalap részt, mert egy kicsit megemeli majd a kalapot. A cipője, vagy a nadrágja az úgy készült, hogy akár ilyen fölhajtható szárúra is lehet csinálni, tehát ha valaki egy ilyen babát szeretne, akkor így is tudja csinálni. A babába nincsen egyébként drót, de hogyha támasztva van, akkor megáll. Magát ezt a színváltást, semmi extra színváltást nem csináltam, csak úgy oldottam meg, hogy egy kicsit szebb legyen, hogy itt oldalt rejtettem el a keze alatt, akkor nem ilyen feltűnő. Maga a puló, a kardigán, az kötéssel készül, az ujja az elég hosszú lett, azért, hogy a derekára lehessen kötni, mint a mesében is, ahogy látjátok. Ezt ilyenkor föl kell hajtani az ujját. És úgy lehet ráadni. Mindjárt mutatom. Azt is az unokám nagyon szereti az öltöztethető babákat. Hát gombot még nem vartam rá, mert majd szeretnék eperke gombot keresni hozzá, ha sikerül, de tulajdonképpen ez a kardigán így is jó rajta. Hát nem azt mondom, egy picit nagy lett, hát lehet, hogy ha egy félszámmal kisebb tűvel köti valaki, akkor pont jó, viszont így könnyű ráadni a babára. Jó, akkor így, ez csak azért van ez a gumi, hogyha véletlenül nagyon játszik vele a gyerek, akkor ugye ne hagyja el, tehát ezt így le lehet ilyenkor esetleg húzni, persze akkor megfordítva kellene ráadni. Na, bocsánat, így. Ja, még egyet mutatok. Igyekeztem az eperkéket úgy varni, majd csinálok ehhez videót, hogy belülről is maga a kalap az szép legyen. És hogyha azt szeretnénk, hogy csak így a hátán legyen, akkor ez is megoldható. Nem esik le. Jó. Hát kellemes horgolást kívánok nektek. Az egész babát nem fogom végig horgolni, de a kritikusabb részeket a kezdők kedvéért megmutatom majd videón. Sziasztok, kellemes horgolást kívánok mindenkinek!